Magyar Szocialista Párt a mai nappal elkezdi Magyarország Ma című kampányát. Elég volt a kormányzati és a fideszes kommunikációs panelekből és a sikerpropagandákból. Elég volt a hazugságokból. A munkatörvénykönyv módosítását egyéni képviselőindítványként a parlament elé terjesztjük. A módosítás arra irányul, azt szolgálja, hogy a munkavállalók jobb biztonságát erősítse, és csökkentse a kiszolgáltatottságukat a munkavállalókkal szemben. A Fidesz-KDNP propaganda legújabb tündérmeséje a Rogán által bejelentett 10%-os rezsicsökkentés. Már vannak óriási meglepetések. Úgy néz ki, hogy a 10% jó, ha megvan 5%. A rezsicsökkentés sokkal inkább érinti azokat az embereket, akik jó módban élnek. Hiszen értelemszerű, hogy egy 300 négyzetméteres lakás, garázst, esetleg medencét, jacuzzit befűteni jóval többbe kerül, mint egy 46 négyzetméteres lakást fűteni, tehát sokkal többet spórol az az ember, aki többet fogyaszt. Két olyan ügyészségi modell fut ma Európában és Európán kívül, mondjuk úgy, az Egyesült Államokat, ha alapul vesszük, ott pont az, amit mi egyébként bevezetni kívánnánk, hogy az egyikben független az ügyészség teljes mértékben a kormánytól, és itt ellát olyan feladatköröket, amelyekhez ez a függetlenség szükséges, például egyesületek, pártok bejegyzése. A másik modellben ezek a feladatkörök máshova tartoznak, bírósághoz, ombudsmanhoz, más szervezetekhez, és az ügyészség klasszikus feladatot lát el. A mai nap megkezdődtek az egyeztető tárgyalások a demokratikus pártok között az oktatás ügyéről.